Ezt a szórólapot jutatta el a lakossághoz a Sárospataki kommunális szervezet. A tájékoztató célja, hogy rendeződjön a családi házak kertjeiből kikerülő zöld hulladékok helyzete. A tavaszi metszések, kiskerti rendberakások hasznos dolgok, de sokan nem tudnak mit kezdeni a keletkezett ágakkal, gajakkal, így az önkormányzati társaság kidolgozott egy lakossági rendszert. Megrendelés esetén csekély ellenértékért cserébe elszállítják a zöld hulladékot. Egy nagyon nyomott áron, 1000 forint plusz áfa összegért túrarendszerben a nem túl nagy mennyiségű, ami alatt egy másfél, kettő, maximum kettő köbméter zöld hulladékot értünk, és ezt is azért, hiszen tudjuk, hogy korai időszakban tavasszal itt nem jellemzően a fűnyesedik vagy a sövénynyírásból keletkezett zöld hulladék a gond, hanem a tavaszi metszések miatt keletkezett ágak, és ezek terjedelemben elég nagyok. Viszont arra törekedtünk, hogy akkor vonulunk fel túrarendszerben ezeket a zöld hulladékokat, faágakat begyűjteni, amikor adott körzetből, adott utcából több megrendelés is érkezik már hozzánk, és ezzel fajlagosan olcsóban tudjuk elszállítani ezt a zöld hulladékot. A szállítást követően a postaládákban, vagy az otthon tartózkodó családtagnál hagyják a csekket postai befizetésre. A lakosság kiértesítése óta mintegy 20-30 megrendelést kaptak. A kerti hulladék elégetése hatóságilag tilos, komposztálni egyelőre még kevés háztartás vállalkozik. Így a mai legjobb megoldás, ha a kommunális szervezettel vitetik el a lakosokat, csomókat. A hosszú távú megoldás nyártól várható, addigra készül el a hulladékudvar. És hát a végleges megoldás nyilvánvalóan az lesz, amikor itt a kommunális szervezet telephelyén a hulladék gyűjtőhely, a hulladékos konténerek, a hulladék udvar gyakorlatilag megvalósításra kerül. Ez az év közepére várható. Ezt követően a lakosság térítésmentesen elhelyezheti itt a zöld hulladékot, és az egyetemes szolgáltató, az IHK pedig el fogja szállítani. Az igazgató azt is elmondta, a körjáratokban beszállított zöld hulladékból a vastagabb gajakat kiválogatják aprítékolásra, amelyek később majd fűteni fognak. Béli Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a közterületre kihelyezett zöld hulladékok közül csak azt szállítják el, amelyekre megrendelés érkezik. A többi esetben a közterület felügyelet intézkedik.